A tóparton nagy volt az öröm, ha valaki halat fogott. Hegyi már körült annak, hogy sok mindent megtanult a horgászakkörben. Megtanultunk horgokat kötni, meg néztünk, hogy mekkora halakat fogtak már, meg beszélgettünk a horgászatról. Az Entői Emlékiskola diákja, Opolszky Péter Pál súlyos betegségen esett át. Meggyőződése, hogy a kajakozásba és a horgászatba vetett hite segítette át a legnehezebb pillanatokon. Lehet, hogy nem is sikerült volna ez a küzdelem, és hát ugye, hogy mehetek horgászni, kajakozni, hogyha meggyógyulok, ez nagyon sokat segített, és amikor hát a legmélyebb pontokon is, amikor nagyon rosszul voltam, akkor is néztem horgászfilmeket, akkor adtak erőt. A horgászszakért és a horgászkirándulást többen is támogatták. Egyikük Guzsbán Szilveszter zentai vállalkozó, aki a ragadozók horgászatára tanította a gyerekeket. A gyerekeknek megtanítani azt, hogy tiszteljék a természetet, hogy végre eljussunk egy olyan szintre, hogy a Tisza, a Duna és a többi folyó, akár a vizeink szemétmentesek legyenek. És az első lépések azok, hogy a gyerekeket megtanítsuk erre a dologra, és utána persze mellette a halfogás is. A szakkört vezető Újházi Tamás német-angol szakos tanár, de a horgászat a legnagyobb szenvedélye. Ezért tartotta fontosnak egy olyan szakkör létrehozását, amely elvonja a gyerekeket a számítógéptől és a televíziótól. Mivel az Entai Emlékiskolában is tanít, ott az alsósoknak indít horgászoktatást. Ez egyébként egy fejezetnek a lezárása, mert február óta történik meg ez a horgászszakkör. Keddenként ott maradtunk iskola után horgokat kötni, csomókat kötni, szerelékeket elkészíteni. A Tornyosi és Zentai általános iskolások horgászkirándulások hamarosan véget ér, nem sokára elkészül a finom babgulyás, utána pedig akinek kedve lesz, horgászik még egy kicsit is a rendezvény. Ezzel ér véget, illetve hát majd a díjkiosztással.